a 21. század örökségpusztító kataklizmái után csoda, hogy épp a Budapesti Operaház az egyik utolsó megmaradt tanúépülete a műfajának. Ebel elképesztő munkát végzett, és mint korábban említettük, nyilván a külső homlokzat felújításával kezdtük a munkát, most már igazán bent zajlanak a legmeghatározóbb építés-kivitelezési feladatok. A munka dandárja most a belső terekben zajlik. Párhuzamosan végezzük a régi műemléki felületek tisztítását, újrafestését, az új szerkezetépítésekkel, bútorozással. Az elkövetkező adásokban ezeket a belső építészeti munkákat fogjuk áttekinteni. A belső építészeti koncepciót, hogyha egy mondatban szeretném megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy azt a gondolkodási, alkotási fonalat, amit Ebel Miklós 1884-ben letett, azt ugye mi szeretnénk felvenni és folytatni. Hogyha a gondolati elveket áttekintjük, akkor ugye azt látjuk, hogy egyrészt nagyon fontos volt ugye a megérkezés dramaturgiája, a házban ugye a térsoroknak az egymásra épülése. A megérkezésnél van egy grandiózus élmény, amikor érezzük, hogy egy egészen más világba kerülünk, utána a főlépcsőn felemelkedve kicsit magunk mögött hagyjuk a hétköznapi életet, aztán jön a szalonok világa, ami ugye egy egészen más nem megszokott világot jelent, majd amikor a páholy felé közeledünk, akkor pedig ugye lecsendesedik a tér annak érdekében, hogy ugye felkészüljünk az auditoriumba való megérkezésre. Ez nagyon sok helyen elveszett, világítás, színkezelés, sok minden miatt, tehát elsődlegesen ugye ez volt a fontos, hogy ezt mindenképpen rekonstruáljuk. A következő elv az volt, hogy maguk a terek, tércsoportok attól függően, hogy mennyire eredetiek, illetve mi történt velük a évek során. Négy különböző csoportba soroltuk őket. Az első az, amik teljesen eredeti állapotukban szinte láthatóak, még a részleteik is megvannak, apró változtatások, színhasználat, összehangolás volt tulajdonképpen itt a feladat. Aztán a következő térsor az volt, ahol bár megvannak a műemléki terek, de nagy hiányossággal, például bútorok, textíliák, világítás nem azt a képet mutatta, tehát itt már azért több kiegészítést kellett tenni. Aztán a következő térsor az volt, ahol műemléki terekben az idők során funkcióváltozás történt. Ilyen volt például a eredeti pénztárok helye, ahol most kávézó, illetve shop üzemel. És voltak olyan terek is, ahol pedig ugye teljesen újonnan kerültek közönségforgalmi területté, ilyen például ugye a patkómosdó területe, vagy azok a terek, amik ugye nagy átalakításon estek el, például a karzatlépcsőház, amit ugye a lift beépítés és ugye az akadálymentesítés miatt teljesen át kellett építeni szerkezetileg. Műemléki épületeknél sokszor megfigyelhetjük azt a tervezési elvet, hogy a régi dolgokat és az újakat azt egy ilyen karakteres elválasztó vonallal jelölik, annak érdekében, hogy a hitelesség a lehető legjobban érzékelhető legyen mindenki számára. Mi viszont azt vettük észre ennél a háznál, illetve a köröndi Hübner udvaron is dolgozunk, hogy ott, ahol ugye az épület meglehetősen nagy része áll, és ugye lehet érzékelni ugye az eredeti milliót. Ott ez a nagyon karakteres elválasztás inkább egy szakadást hoz létre,
és nem pedig egy harmonikus egységet. Úgyhogy tényleg arra törekedtünk, hogy amellett, hogy szeretnénk jelölni természetesen, hogy mik az új elemek, hogy ezt mindenki lássa, de minden olyan térben, ahol ugye új elemet hozunk létre, ott az íbüli elveket, részletgazdagságot, színharmóniákat, anyaghasználatot folytassuk, és ezáltal jön létre az, hogy egy teljesen egységes képet kapunk. Lehet érezni, hogy itt egy új belső kialakítás van, de az eredeti tervezési elveket maximálisan figyelembe véve és tiszteletben tartva. Íbül korában az építészet és a belső építészet nem vált olyan élesen el, mint manapság. Hiszen a funkció, a forma, az üzenet, a szimbólumok, egyáltalán a tereknek a megformálása egyetlen egy építészeti egységbe található meg ebben az épületben. A modernista mozgalom határozta azt meg, és Frank Lloyd Wright-tal a Chicagói iskolával indult el az az építészeti világ, amikor a külső és a belső tér összeérése jóval erősebb volt. De ha jól figyelünk, itt is megfigyelhető, hogy a portikuszokban található graffitok hogy folynak át a hatalmas donga felületébe az előcsarnoknak. Mögöttem olyan tanúfelületeket látnak, amik mutatják, hogy hányszor és milyen formában dolgoztuk át a felületeket. Megígérhetem, hogy az az épület, amit elhagytak a felújítás előtt, sokkal, de sokkal világosabb lesz, mikor újra belépnek majd ebbe a házba, hiszen a különböző korokban felújított falfelületek nem csak átlettek színezve, hanem nagyon erős kémiai eljárással, felületképzésekkel lényegében lesötétült az egész épület. Akár a külsőben, akár a belső felületekben kicsi vizsgálatot tartunk, megfigyelhetjük, hogy milyen sokat sötétettek a felületek, hiszen minden természetes anyag az idővel egy picit komorul, tisztítani kell, és újra felújítani. A belső felújításon sok változás történt, hiszen még a háború után is hozzányúltak ezekhez a falfelületekhez. Érdekes megfigyelni, hogy tudták 137 évvel ezelőtt azokat a márványfelületeket márványglettel utánozni, amelyeket természetes kőből építettek meg. Nagy küzdelem számunkra, hogy eltaláljuk azt a kolorit karaktert, mintázatot, egyáltalán hatást, amit ezek a felületek kifejtenek, most, így a 21. század második évtizedében. De az mondható, hogy az egész belső építészeti világ sokkal világosabb, üdébb lesz, mint amilyen volt a bezárás előtt. Belső építészeti szempontból nagyon-nagyon fontosak a színek és a textúrák, ezért ez egy ilyen nagy kihívás volt a belső építészeti tervezés során, hogy le tudjuk követni az íbül által kialakított különleges színharmóniát. Ugyanis az operaházban három alapszínt használt íbül, ez vonatkozik mind az építészeti, mind pedig a belső építészeti elemrendszerre. Egyrészt a vörösnek az árnyalatait, másrészt a kéknek az árnyalatait, harmadrészt pedig a földszíneket, amik egészen a mély tónusú barnától a csillogó arany és részfelületekig terjednek. Ezek a színek valamennyi térben megtalálhatóak, és minden térben más-más arányban fordulnak elő. Hogyha megnézzük az előcsarnokot, akkor ott például a kéknek inkább ezek a türkiszesebb árnyalatai jelennek meg fent a díszítő festésen, a boltozatokon. A barna szín az viszonylag kevéssé jelenik meg, viszont nagyon szép csillogó aranyszínekkel kompenzálja ezeket a kékeket, és a vörösnek pedig a terrakott árnyalatait láthatjuk. Hogyha a királyi sztánot nézzük, akkor pedig pont a vörösnek a ragyogó, megypiros árnyalatai jelennek meg. Itt ebből egy darabot tudunk is mutatni, mivel hogy ez az ottani fali kárpitnak a mintája. A másrészt pedig a kékeknek inkább a zöldesebb árnyalatai, viszont nagyon-nagyon sok meleg barna fa került felhasználásra, egyrészt a padlóburkolatokon, másrészt pedig a falburkolatokon, illetve még a mennyezeten is. És hogyha ezeket a színeket alaposabban megvizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a goethei színkörön egy egyenlőszárú háromszög különböző csúcsain jelentkeznek. Hogyha forgatjuk ezt a háromszöget, akkor azt látjuk, hogy a vele szemben álló oldalon ott mindig megtalálható ennek a komplementer színe. Ez volt az eredeti elképzelés.
kérdés. Nem tudom, hogy ezt valóban ennyire tudatosan csinálták, vagy pedig ösztönösen jött, minden esetre valóban egy nagyon harmonikus színkapcsolatot alakított ki. És amikor megtörtént ezeknek a színeknek, az eredeti színeknek a felkutatása, akkor azért világossá vált, hogy a legtöbb szín az már át lett festve, megkoptak, megfakultak. Tehát nagyon fontos az, hogy most az eredeti színeket helyreállítsuk, mivel hogy minden tér teljesen meg fog változni akkor, hogyha visszanyeri az eredeti színeit. Az új elemeknek a betervezése során szintén törekedtünk rá, hogy ez a színharmónia még véletlenül se sérüljön, hanem kifejezetten olyan bútorokat, olyan textíliákat, olyan egyéb elemeket tervezzünk be, ami ezt a kapcsolatot megteremti, ezt a harmóniát megteremti az eredeti színvilággal. Ha az épületet jelenlegi állapotában megnézzük, akkor ugye elég sok az ilyen csalás benne, vagy hát nem is csalás, hanem ugye időközben valóban a színeket azokat jelentősen torzították. Ezért ugye a különböző restaurátoroknak a részvétele rögtön az elejétől kezdve. Festő-restaurátorok kutatták meg a díszítőfestéseket, falfelületeket, mennyezeti felületeket, ahhoz, hogy az eredeti színvilágot rekonstruálni tudjuk, illetve farestaurátorok is határozottan állást tudtak foglalni abban, hogy milyen volt az eredeti színvilága a különböző faszerkezeteknek, ezeknek a tölgy-vörös-fenyő szerkezeteknek, és textilrestaurátorok vizsgálták azt, hogy milyenek voltak az egykori kárpitozásnak az alapszínei. Ebből alapvetően néhány alapelemet használt, alapanyagot az épületnek a belső építészeti kialakításánál. Ezek a padlóburkolat tekintetében a kő mozaik, teradzó, illetve a kemény fa padlóburkolatok voltak. A falszerkezeteken főleg a kő és a kő hatású burkolatok domináltak, az ilyen műmárvány felületek, illetve faburkolatokat is ugye a szalonok dohányzó folyosó esetében szívesen használt. A mennyezeteken pedig szintén vagy díszítőfestések, vagy pedig faburkolatok jelentek meg. Amikor az új belsőépítészeti anyagokat válogattuk, akkor azt szerint jártunk el, hogy ugyanezeket az anyagokat használjuk, csak ezeknek már a 21. századi technológiának megfelelő variációit. Az épületbe belépve az előcsarnokban először a mélyebb tónusú színekkel találkozhatunk, ez egyébként így a földszintre, megérkezési szintre és az első emeleti szalonokra jellemző, hogy nagyon mély, nagyon szép színeket használt Ebel, és aztán ahogy megyünk felfelé, a harmadik emelet felé, pedig ezek a színek egy kicsit kikönnyülnek. Ahogy közeledünk ugye az ég felé, úgy ő is egyre világosabb, egyre gyengébb színeket használt, de természetesen ezek is nagyon jól meg voltak komponálva. Az Ebel Opera felújításának egyik legösszetettebb feladatköre, hogy milyen bútorokat helyezzünk vissza az operaház műemléki, kiemelkedő közönségforgalmi területeibe, de akár az auditoriumba vagy az üzemi területekre is. Hiszen nagyon kevés bútor maradt meg. Tékendre volt Ebel mellett az a belső építész mester, aki a gyárának az alapításával, a zseniális dizájn szemléletével hatott a kor akkori építészeire. Ezek a bútorok nagyrészt elvesztek. Bútorraktárakban fölleltünk párat, ezeket vagy felújítva visszahelyezzük ebbe a házba, vagy replikaként újra gyártjuk azokba a terekbe, ahol ezek a bútorok még ergonómiájuk és megjelenésük, esztétikájuk megfelelő a mai kor elvárásainak. Viszont számtalan olyan tér van, többek között a nagy büfé is, ahol most állunk, ahol sajnos nem tudjuk ezeket az eredeti bútorokat visszahelyezni, azok eltűnése miatt, ezért az eredeti fotókból kell úgy terveznünk és kialakítanunk mai bútorokat, hogy mindenki azt érezze, hogy egy finom átírás van az elmúlt 140 év bútor történetében. Tervezőink azon gondolkodtak, hogyan lehetne a bútorok világát összehangolni a teljes ház szimbolikájával, illetve azokkal a zenei gondolatokkal, amik mindenkire hatnak, amikor ebbe a házba belépnek. A mi megbízásunk az a közönségforgalmi tereknek az egyedi bútoraira vonatkozott. Az talán úgy a legegyszerűbb körülírni a közönségforgalmi tereket, hogy az auditorium, a színházterem és az Andrássy út közötti térrész nevezhető közönség, leginkább közönségforgalmi tereknek. És valóban jogos a kérdés, hogy miért kell bútor tervezni ezekbe a terekbe, amikor ennek a mostani felújításnak az egyik legfontosabb eszmeisége, hogy minél közelebb kerüljünk az eredeti, az Ebel által megálmodott
változathoz. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért nem használjuk az eredeti bútorzatot. Ennek egészen prózai okai vannak, az egyik a hiány. Egészen sokkoló volt látni a leltárt, a listát, hogy mi az a bútor mennyiség, ami az eredeti tékendrei hagyatékból megmaradt, és elképesztően kevés. És nem egyszerűen kevés bútor van, hanem vannak olyan terek, amelyeknek a terv dokumentációi sem maradtak fönn, tehát egészen pontosan elképzelni sem tudjuk, hogy milyen bútorok voltak ezekben a terekben. Az elmúlt 130 pár év nagyon jelentős változásokat hozott anyagokban, gyártástechnológiákban, de változást hozott az opera látogatók szokásaiban, a divatban, új funkciók vannak jelen a mai térhasználatban, és ezek az eredeti bútorok nem adnak választ. Van egy szerintem nagyon érdekes példa, fennmaradt egy 1890-es évek végi fotó a nagybüféről, és ebben látható egy fura, fotelszerű bútorzat, nagyon alacsony, nagy kerek ülőlapja van, egészen alacsony pici háttámlája. És ez egy nagyon nehezen értelmezhető bútor, mert szemmel látható, hogy ez nem túl kényelmes. Miért született mégis ez a bútor? Azért, mert amikor ezt elkészítették, akkor a hölgyek nagy, széles szoknyákban, akár több réteg szoknyában jártak. És ezek nagyon illemtudó hölgyek voltak, akik teljesen kizárt, hogy hanyat dőltek volna egy közönségforgalmi térben. Tehát nem volt szükség háttámlára, ellenben nagyon széles ülőfelületre volt szükség, ahol a diszkréten maguk alá húzott lábukon a szétterített szoknya mondjuk jól mutatott, hogyha szabad így mondanom. És az már egy mellékes kérdés, hogy egyébként rendkívül kényelmetlen ez a fotel, hiszen Afrika lószőrrel volt tömve, teljesen más komfort lehetőségeket mutatott. Nagyon szépnek tartottuk ezt a gondolatot, hogy mi van akkor, hogyha minden egyes ülőbútor egy hangszerre próbál valamilyen egészen absztrakt formában reflektálni. Ez nem azt jelenti, hogy szeretnénk, hogyha a zongora billentyűzet jelenne meg a kanapén, inkább a tömegképzés, az emelkedettsége, az aszimetria vagy a vonal vezetésében valamilyen fajta gesztus, igazán finom arányokról beszélünk, amiket így patika mérlegen kellett kiegyensúlyoznunk, ezekben próbáltuk meg visszahozni ezeket a hangszereket. És ennek az egész ülőbútor koncepciónak a koronája az volt, hogy az asztalt pedig mint egyfajta kottatartóként képzeltük el ebben a kompozícióban, így tulajdonképpen egy ilyen ülésfunkció csoport az asztallal és az ülőbútorokkal egyfajta kamarazenekarként is értelmezhető. És tehát azt gondoltuk, hogy ez a szimbolikus megközelítés, ez egyáltalán nem idegen egyébként az épőféle opera világától, és végig a tervezés mellett szem előtt tartottuk azt, hogy vajon ha Ibő ma élne, mint tervező, akkor ő hogy gondolkodna? Milyen anyagokhoz nyúlna? Milyen formaképzéssel élne? És végül is ez volt, ami végig egyfajta ilyen fékként, vagy kontrollként ott lebegett a szemünk előtt, amikor terveztük ezeket a bútorokat. A színek kapcsán igazából mi a belső építészeti koncepciót követtük, tehát ebben a mi mozgásterünk szűkebbnek bizonyult. Igazából inkább anyagminőségek azok, amik a mi részünkről jöttek, mint javaslat. Például nagyon sok részfelületet alkalmaztunk, és annyiban reflektál az adottságokra, hogy ezek fizikai és kémiai roncsolással öregített részfelületek, amik olyan vizualitást eredményeznek, ami kicsit így a freskókra, vagy így a struktúrákra, a kőfelületekre emlékeztet. Az operáknak a világa mindig visszaidézi az arisztokráciának a palotáit, szalonjait és finom budoár tereit, ahol rengeteg olyan anyag jelenik meg, ami nem természetes a mai középületépítészetben. Ilyen a világítás rendkívüli gazdagsága, csillárok, falikarok teljes arzenája, illetve a falakat, nyíláskeretezéseket, felületeket burkoló vagy részben burkoló textíliák. Külön csapat foglalkozik az építész irodán belül ezeknek a textileknek az összehangolásával, hiszen különböző eljárások, különböző fényű felületek és különböző akusztikai és funkcionális előírások is állnak előttünk. Ha nézőtérre gondolunk, akkor nem csak a nagy színpadi függöny, hanem a páholyokat keretező görögívek, az előcsarnokban pedig a lépcsőházban a nyíláskeretezések, illetve a szőnyegek határozzák meg az embernek azt az érzését, hogy egy kellemes, emberközeli, humánus szituációban mozog a terek között. A szőnyegek kétfélék alapvetően,
hiszen részben takarnunk kell a nagyon értékes kőfelületeket, ami nagyon nagy forgalom van, de az előcsarnokoknak különféle olyan VIP tereiben, vagy különleges funkciójú tereiben, a Vörös Szalonban, a Székely Bertalan teremben, ahol külön események is vannak meghatározott csoportok számára, ott viszont egy sokkal igényesebb, a keleti szőnyegek világához kell visszamennünk. A szőnyegekkel kapcsolatban nagyon sokáig dilemma volt, hogy sajnos az eredeti fotókon alig látszanak a szőnyegek, pont a szalonokról alig van kép, illetve hát egy leírásból lehetett tudni, hogy a ház gyártó rendelték eredetileg, és akkor a Révész Eszter textilművésznőt kértük meg arra, hogy a kutatást elvégezze, hogy a Fischbach féle mintakönyvből, a neoreneszánsz mintakönyvet ugye ő átnézte, átvizsgálta, és akkor így ki tudott választani ugye olyan szőnyegeket, amik megfelelőek lehetnek ugye ide, ugye így ornamentikában, kialakításban, és aztán egy szőnyegszakember segített nekünk abban, hogy egyrészt megnézze, hogy azok a szőnyegek, amik ott vannak, azokkal mi a tendő, illetve hogy hogyan és hol tudnánk legyártani ugye ezeket a nagyméretű szalonszőnyegeket. Én Iránból születem, de igazán a többi életemben Magyarországon és Kanada volt, amikor kisgyerek voltam. A szüleim 1977 kiköltöztek Iránból a Kanada, és utána 92 óta itt vagyok, mert ide jöttem az egyetem miatt, a Műszaki Egyetem. És utána gondoltam, vagy visszamegyünk Kanada, vagy más ország, de valahova a sors más döntött. Mi kaptunk a hívást a belső építészek, és mentünk a operaháznál, és a két szobát néztünk, és a két régi szőnyegek, ami Békés Szent András volt csinálva, és utána igazán néztünk a méretek, ami körülbelül 9 méter x 6 méter, és utána kezdünk beszélni a minták, ami akarnak az a szobába, a színeket, mert nagyon fontos volt a új anyag, ami fognak használni, és utána kezdtünk tanácskozni. Az nagyon nehéz mondani, hogy teljesen ugyanaz, de az, ami most van ott a operaháznál, nincsen ilyen nagy medálion szőnyeg, ami a perzsa szőnyeg, ez volt a szokás. Inkább az egy ilyen minta, ami mindenhova van ilyen kis minta az egész szőnyegben, és az egy kicsit nyugodtabb a minta is. A medálion minta az nagyon erős hatás van a szobájába. És vagy lehet ilyen szőnyegek, ilyen kisebb virágminta, ami ez perzsaból mondta a Shah Abbas minta, mert a régi Shah a perzsaból kb. 1550, ő sokat igazán investálta a művészeti munka az egész perzsai birodalomba, a Iszfahán városba. Azért mondták, hogy Shah Abbas, ami egy kis virágminta, benne van egy nagyobb virágminta. És különböző stílus van, másik stílus virág. És utána minden van kapcsolva egy indás, és igazán ilyen matematikai hely raknak az egészbe. Szóval van tervezve, hogy hol fog menni ez a típus virág és a másik. Ez egy körülbelül 50 és 60 éves régi szőnyeg, ami szintetikus színezet használtak. Nagyon sűrű a csomozás, körülbelül 40 csoma egy centi, vagy 400 ezer csoma per nézetméter.
és az a csomó technika, az a tabrizi csomó, vagy az a szimmetrikus csomó. Régen kézi sodortak a gyapjú, ami nagyon hosszú folyamat volt. Manapság van ilyen gépek, ami sodornak a gyapjú, és sokkal gyorsabb lesz. A növényszín egy nagyon jó mester kell lenni, mert például, hogy belerakjunk a hagyma helye 20 perc vagy 30 perc, utána teljesen változik a szín. És a mester tudta pontosan mennyi, hány perc kell főzni a gyapjú. Manapság a szintetikus színe, kapjunk egy kis, az a neve swatch vagy minta, és majdnem pontosan kapjunk ez a szín. Az egy sokkal könnyebb lett. Az Andrássy úti íbülpalota felújításának utolsó szakaszában vagyunk. A legérdekesebb belső építészeti munkákat most végezzük. Adásról adásra újabb és újabb részletekkel örvendeztethetjük meg Önöket. Tartsanak velünk a következő adásban is.